Valamennyi forgalomban lévő vakcina biztonságos és hatékony, csupán az a kérdés, hogy melyik mennyi ideig nyújt majd védettséget, mondta a Szegedi Tudományegyetem belgyógyászati klinikájának professzora. Várkonyi Tamás hangsúlyozta, hogy az oltóanyag nem jelent veszélyt, ugyanakkor a COVID-19 fertőzésből felgyógyultaknál akár hónapok múlva is jelentkezhetnek súlyos szövődmények. Nemzetközi felmérést rendszeresen kiadnak arról, hogy melyek azok a betegségek, amelyekben biztosan, súlyosan zajlik le, és ezen néhány betegség között rendszeresen szerepel a kettes típusú diabétesz. Ezt legutóbb február 22-én frissítették ezt az adatbázist, és nagyon sok kínai adat van ugye természetesen, ami rendelkezésünkre áll, és ott sorrendbe vették azt, hogy mitől függ az, hogy valakinek súlyosan zajlik-e a COVID-infekciója vagy sem. Az első helyen a szívérendszeri betegségek állnak, a második helyen pedig a diabétesz. És tudjuk, hogy a kettes típusú cukorbetegeknek elsőrendűen sok szívérendszeri eltérésük van. Hozzá kell tennem, hogy a negyedik a sorban a kövérség, az elhízás, ami szintén jellemző a mi betegeinkre. Tehát egy óriási kockázatot jelent a lezajlás szempontjából is, és abból a szempontból is, hogy könnyebben elkapják a betegek, hiszen az immunrendszere annak, akinek rosszabbul áll az anyagcseréje, annak az immunrendszere is sokkal gyengébb, sokkal kevésbé tud reagálni arra, hogy megjelent nála a vírus. Ebből következően könnyebben elkapják a betegeink, és súlyosabban zajlik le, hogyha megkapták a betegséget. Elsőrendűen ez azokra vonatkozik, akiknek nem áll jól a cukorbetegsége, nem áll jól az anyagcseréje. Ezért azután felszoktuk hívni a betegeink figyelmét arra, hogy őnekik még fokozatosabban kell figyelniük arra, hogy ne kapják el a kórokozót, még inkább a távolságtartás fontos. Felszoktuk hívni a figyelmet, hogy gyakrabban kell vércukrot ellenőrizni, hogy legyen tartalékuk, legyen a testcsíkból például, aki a cukrát méri, legyen tartalékja a gyógyszeréből, az inzulinjából, hogyha inzulinra szorul. És természetesen azt is el szoktuk mondani, hogy a vakcinációra mennyire nagy szükség van náluk, hiszen nincsen olyan vakcina, ami veszélyt jelentene, viszont a betegség az óriási veszélyt jelent. Ráadásul szív-érrendszeri szövődmények lehetnek a COVID-fertőzés után is, akár hónapokkal is. És mivel diabétesben ugye nagy a kockázata a szív-érrendszeri betegségnek, ez összeadódik. Mindenképpen fontos tehát, hogy a betegek a vakcinációban részt vegyenek, és azt kell, hogy mondjam, hogy bármelyik vakcina alkalmazható, hiszen ugye engedély van rájuk, hiszen ugye kiváló teória áll mindegyik mögött, részben az újonnan fejlesztetteknél, ahol ugye a tüskefehérjével szemben váltanak ki immunválaszt, de ugyanúgy jó például az a vakcina is, amely az egész erőlt kórokozót viszi be, hiszen ott akkor egy teljes kórokozóval szembeni válaszra kerül sor. Nagyon sokat alkalmaztuk már ezt korábban, például az influenza oltások esetében, vagy így győzte le az emberiség a járványos gyermekvénulást is. Körülbelül 9 hónapja fejlesztik a vakcinákat, de az eddigi ismereteink alapján nem várhatunk semmilyen érdemi hosszú távú szövődményt. Esetlegesen hosszú távon abban lehet különbség, hogy mekkora védettség lesz majd a vakcinák kapcsán, de hogy lesz védettség, az egészen bizonyos, tehát semmiképpen sem tartunk. Rövid távon én magam is vakcinálok betegeket, rövid távon azt látom, hogy a felkar fájdalmon kívül, ami rövid ideig tart, érdemben senkinek érdemi szövődményt én magam nem tapasztaltam. Ha a lehetőség adott, akkor élni kell vele, mert én mindenképpen azt gondolom, hogy nem szabad a COVID fertőzést egy enyhe influenzának tekinteni, vagy egy náthának. Azért nem, mert az is lehet, hogy lezajlik könnyedén relatíve, de lehet, hogy 2-3 hónappal később egy olyan szívérrendszeri betegség fog fellépni, ami azután életet veszélyeztető lesz. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem játék, ezt nagyon komolyan végig kell gondolni a betegeknek. Ez főleg a cukorbetegekre vonatkozik, de egyébként az egész társadalomra is. Ha egy lehetőség adott egy vakcinára, akkor azzal azonnal élni kell. Ha valakinek az orvosa, akár a házi orvosa, akár a gondozó szakember felajánl egy vakcinát, akkor a betegnek nem kell mérlegelnie. Tehát akkor már kellő körültekintéssel kapja a beteg. Hozzátéve azt, hogy minden olyan vakcinát, amit alkalmazunk, azt engedélyezett a magyar gyógyszerészeti hatóság is. Tehát akár országos engedélyezési szempontból, akár pedig a szakorvosoknak a személyes felelőssége szempontjából én azt gondolom, hogy mindenki biztonságban van. Tudjuk, hogy most már azt a időintervallumot is eltörölték, hogy 3 hónapot várni kell a lezajlott infekció után a vakcinával. Eltörölték. Én azt gondolom, hogy az a biztonságos, hogyha valaki beadatja magának a vakcinát ebben az esetben is.